Összesen 4-re növekedett a koronavírussal fertőzöttek száma Németországban, valamennyi beteget Bajorországban kezelik. Az első páciens egy 33 éves német férfi nem is járt Kínában. Az ő esete az első emberről emberre történt megfertőzés Európában. Egy kínai kolléganője fertőzhette meg egy céges továbbképzésen. A nő nem sokkal korábban látogatta meg szüleit a járvány gócpontja Wuhan térségében. A bajor egészségügyi miniszter Melanie Hummel elmondta, a beteg stabil állapotban van, láztalan. A lehető leggyorsabban göngyölítik fel kapcsolati hálóját, tesztelik azokat a személyeket, akikkel kapcsolatba került. Elsősorban családi környezetét, baráti társaságát. Itt tartják karanténban egy Párizs közeli egyetem két kínai hallgatóját. A francia hatóságok arra figyelmeztetnek, nagy a valószínűsége újabb esetek előfordulásának. Agnès Buzyn, francia egészségügyi miniszter elmondta, kimenekítik a Wuhanba rekedt francia állampolgárokat. Egy orvoscsoport tart a repülőgéppel Wuhanba azért, hogy a helyszínen állapítsák meg, vannak-e betegek a csoportban, és külön ellátást, szállítást kapjanak, ha szükséges. A franciák egyelőre nem kaptak berepülési és leszállási engedélyt Kínától a hermetikusan lezárt gúzpontok térségébe. Közben a magyar külügyminisztérium is szervezi a lezárt kínai régióba rekedt 8 magyar állampolgár evakuálását. A kínai hatóságok azt tervezik, hogy az új koronavírus járvány csúcspontjáig még hetekig fenntartják az érintett városok zárlatát.